Sziasztok! DNS Maja vagyok, Access Consciousness minősített facilitátor, és ez itt a 12. napja a 30 napos videókívásnak, és a mai Access Consciousness eszközünk az az lesz, hogy milyen kaja lehet az, ami hozzájárulás számodra, és mi van, hogyha tényleg hallgatsz a testedre, hogy mit kíván, és mi van, ha hajlandó vagy kísérletezni, kipróbálni olyan dolgokat, amiket még soha nem próbáltál, és akkor eldöntheted, hogy tetszik, nem tetszik, de egyszerűen nyitottan megnézni, hogy ez milyen. Most éppen itt vagyunk Párizsban, itt vannak a többiek is, éppen ebédidő van. És Dénnek az ISB tanfolyamának ez a harmadik napja. És itt vagyunk Franciaországban, és láttam azt, hogy van az étlapon csiga, és még sose vettem csigát. Úgyhogy gondoltam, kipróbálom, megmutatom nektek. Ott a csiga, az ott. És rendeltem még valami mást, ami izgi volt, azt hiszem így lehet látni. Ez cukkinis milfőnek nevezik. Remélem halljátok is úgy is, hogy a háttérben ennyire zajos a forgalom. És nem tudtam, hogy mit várjak a csigától, azt mondtam, hogy hát meg lehet, hogy megkóstolom és ott hagyom és kész. De nagyon finom, úristen, de finom! Úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy így hallgattam a testemre, és belevágtam ebbe a kalandba. És szóval mi az, amit ti ma választhattok a testeteknek, ami új, izgalmas, akár kajában, akár bármi másban. Na, úgyhogy tegyétek fel ezt a kérdést, és írjátok meg a kommentekbe, hogy mit választottatok, amit még soha azelőtt, vagy milyen izgalmas, finom dolgokat kóstoltatok, ahova elvezetett a testetek. Szóval találkozunk a következő videóban, és addig is minden jót nektek. Sziasztok!